Szolnokon a hétvégén sokan betartották a kijárási korlátozás rendelkezéseit, nekik mondott köszönetet tájékoztatójában a város polgármestere. Szalai Ferenc elmondta, hogy a megyeszékhelyen 18-an vannak házi karanténban, mindegyikük külföldről érkezett haza, és a kötelező két hetet tölti karanténban. A város a maszkok mellett tette le a voksát, folytatta Szalai Ferenc. Kiemelte, hogy a megyeszékhely közintézményeiben dolgozók már kaptak maszkot, illetve többek között a bolti eladók, taxisok, piaci árusok, buszsofőrök és a pedagógusok számára is eljuttatják a védőeszközt. A mai nap során mindenki, aki ilyen téren dolgozik, megkapja a várostól ezeket a maszkokat. A maszkhasználatnál külön szeretném felhívni az önkéntesek figyelmét arra, hogy ők is, akik nem kevés emberhez járnak el segíteni, használják a maszkukat, hiszen ezzel tudják a lehető legkisebb problémát okozni a vírus átadásával, ha egyáltalán ilyen szóba kerület. Tehát maszkot kell hordani azoknak is, akik az önkéntes feladatot látják el. Kettől az 56-os körzet 503-850 és az 56-os körzet 503-860-as számon jelentkezhetnek azok a szolnokiak, akik maszkot kérnek. Fontos, hogy családonként maximum 2 darabot tud biztosítani ingyenesen a város. Az igénylések függvényében pedig szerdán kezdik el kiosztani a maszkokat. Az átadás módjáról később adnak tájékoztatást.